egyenest egyenlő nagyobb. Csak a szemüveget kellett levenni, a fejet a szerkezetbe helyezni, és pár perc alatt el is készült a zöld hályok szűrés. Pupillatágítás és várakozás nélkül végezték el a vizsgálatot szeptember 14-én a Flash központban, ahol ismét családi napot szervezett a Moson megyei nők egyesülete és a Rotary Klub Szigetköz. A rendezvény fővédnöke az idei évben dr. Jenné Júlia Kinga, a Karolina Kórház főigazgatója volt, aki a szűrések fontosságára hívta fel a figyelmet. Szükség van arra, hogy megelőzzük a betegségeket szűréssel, ki tudjuk szűrni, meg tudjuk előzni a betegségeket, vagy ha időben észreveszük ugye a kezelésüket, és sokkal könnyebben el tudjuk kezdeni, sokkal előbb el tudjuk kezdeni. Egy időben elkezdett kezelés, az gyakorlatilag egy fél gyógyulással ér fel. Ugye, mint mondtam egyébként a bemutató beszédben is, egyébként az egészségünk az egy kincs, és ezt a kincset próbálják ápolni, mi meg a Karolina Kórház részéről igyekszünk minden egyes olyan eszközt megadni, amivel ezt segíteni tudjuk. A szürkehályok szűrés mellett az idei évben több újdonsággal is készültek a szervezők. Újdonságunk az az életmentő applikáció, ami a telefonra lekölthető, ez az Országos Mentőszolgálatnak egy szolgáltatása, és meglepetéssel vettük észre, hogy nagyon sokan nem tudnak erről, hogy ez egy létező applikáció, és informatikus szakemberek segítségével most itt a helyszínen nagyon sokan rá tudják tölteni a telefonjukra, és nem a semmiért ez a neve, hogy életmentő, mert valóban életmentő lehet, ugyanis pillanatok alatt a helyszínen tud érkezni a mentő, látja, hogy valami sérülés, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog. Szintén újdonság volt a Stroke Pont, ahol egy filmen keresztül hívták fel a figyelmet a megelőzésre, a felismerésre, a kezelésre és a rehabilitációra, mivel évről évre egyre többeket és egyre fiatalabbakat érintenek az agyi érkatasztrófák. Csupán egy csepp vér, és már el is készült a vércukorszint mérés, de az idei évben is volt látásvizsgálat, csontsűrűségvizsgálat, dietetikai tanácsadás, prostatarákszűrés, gyógytorna tanácsadás, vagy éppen gyógymasszázs. A Moson megyei nők évtizedek óta nagy hangsúlyt fektetnek a prevenció és a szűrések fontosságának felhívására, különböző szűrőnapokon keresztül. Ehhez csatlakozott már harmadik alkalommal a Rotary Klub Szigetköz. Nagyon fontos az üzenete ennek a rendezvénynek. Hát nagy az a réteg a városban, aki nem engedheti meg magának az, hogy elmenjen a privát egészségügybe, illetve nagyon hosszúak a várólisták némely esetben, illetve a szakrendeléseken is vagy leszűkültek a rendelési idők, vagy a várakozási idők meghosszabbodtak. Ezért gondoltuk azt, hogy ez egy nagyon fontos, előrevívő folyamat a városban. Az egészségnap lehetőséget biztosít arra, hogy akár többrétű vizsgálatot is egy helyszínen tudjanak a résztvevők elvégezni. A szűrése pedig abban segítenek, hogy a betegségeket minél előbb felismerjék, akár tünetek nélkül is, azokat pedig időben kezeljék, maradandó egészségkárosodás nélkül.